Nem véletlenül vitte a régi moziba a Dombóvári Városi Atlétikai Sportegyesület, a DOVASE, az ünnepélyes díjkiosztóját. Mert 2018 olyan kiemelkedően jó év volt, hogy erről nem elég hallani újra, ezt szülőnek, gyereknek, edzőnek újra látni is kell. Egy ifista és egy junior sprinter nemzetközi szinten is letette névjegyét, ugyanakkor a hátországból tucatnyi versenyző ért el egyénileg, illetve csapatban szintén országosan figyelemre méltó eredményeket a dombóváriak közül. A korábban ugrókkal és dobókkal foglalkozó Tall Imre 47 évnyi edzősködés után két sprintert juttatott el 100-on és 200-on a tavaly kiemelt világversenyekre, a győri ifjúsági EB-re, illetve a 200-as Farkas Bence esetében az argentinai ifjúsági olimpiára is, ahol új ifjúsági országos csúccsal az első 10-ben végzett Farkas Bence. A sprinterként berobbant Farkas Bencével gyakorlatilag óvodás kora óta foglalkozik. Nem gondolt ilyen áttörésre, ami tavaly történt az Európa-bajnokság 9. helye után az ifjúsági olimpiai szereplésre. Először nem gondoltam, hogy sikerülni fog, de sikerült. És hát egy 36 éves országos csúcsot döntött meg a futásával, ami szerintem fantasztikus volt. 200-at le lehet haragni abból a 25-ből, 21-25-ből? Szerintem le lehet, de örülnék, hogy le tudnám kerekíteni. 21 lelkeljesen? Igen, nagyon örülnék neki, de hogyha nem, akkor semmi baj. Bence imád versenyezni, és jó versenyző típusnak is tűnik, mert hogy mindig a legnehezebb pillanatban, akkor, amikor a legjobban kell, képes kihozni magából a maximumot. Biztos, hogy valamit jól csináltunk, mert különben nem lettek volna ilyen eredmények. Nem véletlen az se, hogy a nagy versenyeken futotta a legjobb idejét. Feldobják a nagy versenyek. Az élsporttól és testnevelő szülők gyermeke, Göbjös Csenge, a 100-as sprinter tehetség, országos ifjúsági bajnok, Imre bácsi szerint a munkához való hozzáállása párját ritkító 50 éves edzői praxisában. A győri Európa-bajnokság 100-as döntőjébe is ott láthattuk őt. Ott lehettem az ország legjobbjai közt szó szerint, és képviselhettem Magyarországot, tehát ez egy borzasztóan nagy érzés volt. Célja az idén a 11,90 század, mert ezzel ott lehet a svédországi junior Európa bajnokságot. Elsődlegesen a rajt és a reakció, ami nekem viszonylag mondható a gyengeségemnek, viszont idén nagyon ráfeküdtünk, főleg a fedett pályás szezonban, amikor 60 métert kell futni, és nagyon gyorsan kell reagálni a többiekhez képest. Úgyhogy most főleg ezen van a hangsúly, meg persze a végén, hogy minél jobban meg tudjam nyomni, és pörögjön, és haladós legyen a futás. Válogatott beli klubtársa Farkas Bence számára nem rendeznek az idén hagyományos kontinens vagy világversenyt, ellenben lesz Azerbajdzsánban az egész európai sportolói ifjúságot megmozgató rangos viadal, az EOF, amit Európai Olimpiának is hívnak. Farkas Bence persze, hogy ott akar lenni a 200 méteres síkfutás rajtjánál.